És köszöntünk két kollégát szintén, akik a Spirit FM-ből indultak, és egyre inkább megérkeznek a tévébe. Bár ez a Robira nem igaz, mert a Robi például a televízióból indult, aztán folyt át a Spirit FM-be. Ugye volt ez a 10 pontos listád, ami más néven fut, mint az önkényes mérvadó. Ami úgynevezett sznobjektív. Sznobjektív, így van. Viszont aki ismeri a Spirit FM-es műsort, az önkényes mérvadót, az meghatározott attitűdökkel találkozik. Én úgy látom, és lehet, hogy nincs igazam, de ne sértődj meg, Robi. Ne sértődj meg. Hogy a Robi az, aki felhúzza magát, folyamatosan indulatba jön, azt mindegy, hogy mitől, de ez van. Oszkár az, aki megpróbál kiegyensúlyozni és harmóniát teremteni a stúdióban. De ez akkor is igaz, amikor például a hallgatók észreveszik és számon kérik, hogy a Robi szívvel vezet műsort, és én most nem azért mondom ész, hogy ésszel, mert az előny volna, hanem hogy az egy szívtelenség, ugye az egyik a másik kárára megy. A Robi az, aki nem köt alkut, én meg a megfelelési kényszeremmel tulajdonképpen tartalmilag ezzel egy gyengeséget képviselek, de nyilván többre tartom a nyugalmat. Aki ezt nem szereti, az konformistának hívja, akinek meg imponál, az nyugalomnak. Szerintem ezek nem leosztott szerepek, hanem eltérő habitusok. És lehet, hogy attól működik az atmoszféra a stúdióban, mert mi ezeket az attitűdöket sajátból hozzuk. Ezek a magunk attitűdjei, ezek szervesek. Én így reagálok akkor is, ha nincs bekapcsolva a mikrofon, akkor is, hogyha nem a rádióban vagyunk, és az Oszi is azt hiszem, hogy így. Azt honnan tudjátok, hogy működik a tévében is az, ami a rádióban? Mert a rádióban állítólag hallgatott volt ez a műsor. Hát van. Jó, de csak mondanám. Nem, most nem azért, tehát tudjuk-e, hogy mennyire? Mert én tudom, hogy sokan mondták nekem, hogy ez egy jó műsor. De hát, hogy tudnánk, hogyha tényleges számok alapján osztanák el a reklámpénzeket Magyarországon, de tudjuk jól, hogy a kvázi számok alapján zajlik a reklámpénzeknek az elosztása. Igazán a regionális csatornákat, azoknak bizonyos műsorait egymással szemben hát nagyon nehéz mérni, főleg olyan mintákon, amilyen mintákon Magyarországon ez zajlik. Persze ez tabú, mert hát valami alapján el kell osztani ezeket a reklámpénzeket, úgyhogy ezek a kvázi számok alkalmasak erre. Természetesen ezt nem szívesen hallják a média tulajdonosok, meg nem szívesen hallják a piackutatók, mert hát ez a szakmájuknak a presztízsét sérti, de hát... Tudod, mi a bizonyíték, hogy nincs tabu? E téren, hogy mi simán beszélünk lölő jelenségről ebben a televízióban. És hogy milyen témákról beszéltek, az evidens? De az, nincs válasz. Amikor bedobjátok egymást? Nincs válasz, hogy működik-e a tévében, ami a rádióban. Arra még nem tudjuk, szerintem mi nekünk jó rádiós arcunk van. Ugye a rádiós számok azok a legnehezebben mérhetők, míg a televíziósak azért több köze van a valósághoz, a digitális az pedig abszolút olyan szinten mérhető, hogy azt is tudjuk, hogy a hanyadik másodpercben kapcsoltak el. Most ez a műsor nagyjából eljut 50 ezer emberhez 3 különböző felületen csak a YouTube-on naponta, ami nem biztos, hogy 100 meg 150 ezerrel összevethető mondjuk egy 31 hetedet. Nem tudom kérdezni, hogy az, hogy éppen mi a napi mondani való lölő jelenség, vagy Tóth Gabi, csak hogy két szélsőséget bár összefüggő dolgot mondjunk, az mi múlik? Ezt hogy döntitek el? Két algoritmusunk van. Az egyik az, hogy szeretjük tudni, hogy az emberek mihez szóltak hozzá, mi az, amiről nekik is megvan a véleményük, és hát, ha eltalálunk még egy plusz véleményt, amiről még valaki megnyugszik, hogy na ez az, amit én mondtam volna, és esetleg máshol nem hallottam. Nyilván mást mondunk, hiszen nem újságírója, hanem vélemény kifejezői szerepben ülünk ott, ez egy kisebb kötöttség és kevésbé kötelesség, inkább lehetőség. A másik algoritmus az pedig az, hogy alapvetően az önkényes mérvadó kulturális műsor a második órájában, és teljes egészében az volt az első hat évén keresztül. És amiről a második órában beszélgetünk, az egy heti szerkesztés, az inkább a viselkedést, a motivációt, az ösztönöket, érzelmeket, gondolatokat, az emberből kiáradó tett mögötti, az egészen a szándékig és a habitusig visszanyúló óraművet próbálja megelemezni, és amiről a második óra szól szerdán, az egyik hír legalább ahhoz igyekszik kapcsolódni az első órában valamennyire aktuálisan. Ez lehet aznapi, tegnapi, két hónapos, de ha a téma adja, akkor lehet, hogy 6 hónappal ezelőtti. Közéleti
első óránk van, és közérzeti második óránk van, így szoktunk fogalmazni. Amióta csináljátok a rádiós újságírást, az újságírást, érzitek-e, hogy a közmorál változik? Tehát, hogy tudtok ráhatással lenni erre a szférára, vagy nem? A közmorál változik, de nem a javára, és semmiféle hatásunk nincs rá. Ebben mi nem vállaltunk szerepet. Egyrészt tényleg nem újságírás, tehát hogy én azt gondolom, hogy az feladat, ahhoz több alázat kell, vagy akár ezt is lehet ugye megalkuvásnak nevezni, mert el kell végeznem egy feladatot, amit nem szerettem volna. Nekünk ennél sokkal jobb dolgunk van, és ezért hálásak vagyunk. Ugyanakkor a hatásunk nem tömeges, hiszen nem tömegekhez szólunk, tehát nem hallgatják 500 ezeren, hanem 50 ezeren, vagy ha nagyon erős valami, akkor 120 ezeren azt az adott adást. Viszont azt látom, hogy más véleményformálókra, akik nálunk 10, 20, meg lassan 30 évvel fiatalabbak, hatással voltunk, és látom a gondolatunkat, és látom a szándékunkat, és a történések elemzéséhez való hozzáállásunkat tükröződni olyanokban, akik már több helyre jutnak el, mint mi. Vissza akarjuk fogni a gyalázatos folyamatokat, amennyire lehet, legalábbis a magunk csekély hatása nyomán. És erre vonatkozóan, hát én bennem van egy bizonyos indulat, és a nagy feladat ezekben a műsorokban, hogy ezt az indulatot a magam módján visszafogjam, esetleg átcsatornázzam valamiféle ironikus vagy szatirikus hangvételbe, mert az ember nem dühönghet a napi 24 órában, pedig a magyar közélet ügyei ezt indokolnák. Na és hogy ez a visszafogás hogy sikerül, akkor ez hétfőtől péntekig kiderül, majd minden este, illetve hogy már minden este 20-25-től az ATV Spiriten. Köszönjük szépen!